6 heti folyamatos szigorítás után az intézkedések enyhítését jelentette be a szerb kormány. Pásztor István szerint fontos, hogy újra megnyílnak a zöld piacok, és lazítanak a kiárási korlátozásokon. De továbbra is be kell tartani a kötelező szabályokat a vírus elleni küzdelemben. Az, hogy újra megnyílnak a piacok, az, hogy lehetőség nyílik bizonyos szolgáltatási szektorokban az életnek a normalitás mezeire való visszavezetésére, az, hogy föloldódnak a kijárási korlátozások, legalábbis lazításra kerülnek, ezek mindenféleképpen pozitív jelek. Ezeknek a döntéseknek a tükrében azt kértem a Vajdasági Magyar Szövetséghez tartozó önkormányzati vezetőktől, hogy a jogszabályokat betartva tegyék meg azokat az intézkedéseket, amik lehetővé teszik például a piacok működésének az elkezdését. Pásztor szerint Szerbia hatékonyan vette fel a harcot a koronavírussal. Az elmúlt 6 hétben megállították a robbanásszerű terjedést, és sikeresen átalakították az egészségügyi rendszert. A politikus szerint a kormányzat nem élt vissza a rendkívüli helyzettel. A VMS pedig politikamentesen vette ki a részét a vírus elleni harcból. Fölépítettünk egy olyan segítő rendszert, amelyikben durván 780 aktivista szerepelt első naptól kezdve is, ma is ez a szám standard. Mintegy 20,5 ezer megkeresésnek tettünk eleget az elmúlt 6 hét alatt. Elsősorban a 65 évnél idősebb polgártársak megkeresésének tettünk ezzel eleget. Pásztor elmondta, Magyarkanizsán, Zentán, Topolyán, vagyis a VMS által vezetett önkormányzatokban rövid idő alatt hatékonyan ki tudták osztani a kis nyugdíjasoknak járó csomagokat. Ezzel szemben például Szabadkán gondok vannak ezzel. Nem tudom elképzelni, hogy egy durván 5 milliárd dináros költségvetésben ne lehessen megteremteni azt a durván 40 millió dináros keretet, amelyikből a 16 ezer nyugdíjasnak ugyanolyan elvek alapján, mint az egész vajdasági térségben oda lehessen adni a csomagot. Ez az éves szabadkai költségvetésnek, ha jól számolom, 0,8%-a. Egészen biztos, hogy vannak olyan mozgásterületek, ahol ezt meg lehetne spórolni. A VMS elnöke szerint egy nagyon nehéz, de sikerrel teljesített időszakon vagyunk túl. Azonban a mindennapok lazítását felelősség teljesen kell elvégezni, mert az eddig elért eredmények is veszélybe kerülhetnek.